Üdvözöllek! Következzen a barna medve himalájai képviselője. Neve egyszerűen himalájai barna medve. Tudományos neve Ursus Arctos Isabellinus. Az itteni térkép teljes Ázsiát jelöli, ám valódi élőhelye limitálódik a Himalája vonulataira és környékére. Nepál, India, Kína, Tibet, Pakisztán, Üzbegisztán, Tajikisztán, Kirgizisztán és Kazahsztán területén őshonos. Valószínűleg Butánból kipusztult. Keressünk egy medvét. Bár a barna medve nem számít fenyegetett fajnak, ezen alfaja erősen veszélyeztetett, és populációja fogyatkozóban van. A genetikai elemzések alapján a Mongóliában élő góbi medve a himalájai barna medvének egy populációja. A himalájai barna medvénél megfigyelhető a nemi kétalakúság, ami azt jelenti, hogy a hím különbözik valamennyire a nősténytől. Ez esetben a hím hossza 1,5-2,2 méter között van, a nőstényé pedig 1,3-1,8 méter. Bundája homokszínű vagy vöröses barna. Télen hibernál, általában októbertől április-májusig. Mint minden medve, a ragadozók csoportjába tartozik, de mindenevő. Táplálékának 90%-a növényi eredetű. Füvet, gyökeret, bogyót, rovart, kisemlőst, juhot, kecskét eszik. Néha összetévesztik a legendás Yetivel. 2017-ben néhány Yetinek itt maradványból DNS mintát nyertek, majd ezek megvizsgálása után kiderült, hogy himalájai barna medvék maradványai voltak. India és Pakisztán közreműködve próbálják megmenteni a fajta kipusztulástól. Vadásszák a bundájáért, a karmaiért, a belső szerveit pedig gyógyításra használják. A pásztorok megölik a nyájak védelmében, az élőhelyüket tönkreteszik. Kedvenc élőhelye a Himalája lankáin elterjedő Rhododendron arboreum, azaz sugarasodó havas szépe erdő. Mivel ennek a növénynek nagy gazdasági értéke van, ezért az élőhely fáinak kivágása nagymértékben csökkenti a himalájai medve populációkat. Úgy látom, nincs hűtve ez a rész, ezért áthelyezek egy hűtőt. Itt is jól érezze magát a medvénk. Ez félig a levegőben van. Elpusztult egy kacsacsőrű emlős. Lássuk, hol van a vet. Ilyenkor szeretem teleportálni őket. Megvan. Ez így egy kicsit gyorsabb. A pakisztáni populáció kicsi, nagyon lassan szaporodik, és ugyanúgy lassan elveszíti az élőhelyét. Indiában 23 területen van jelen a barna medve populáció, ebből csak 2-ben van kissé nagyobb számban. Itt összesen 150-200 között van a medvék száma. A világon teljes állománya 500-700 köré volt satszolva 2006-ban. Mindenképpen 1000 alatt van. A medvék nagyobb haszonállatot általában hibernálás előtt és rögtön ébredés után szoktak elejteni. Szeretik az almát és a kukoricát, ezért megdésmálják a kukoricaföldeket és a gyümölcsösöket. Néha ember elleni támadás is történik, emiatt sokszor a helybéliek levadásszák a támadó medvét, ezzel is csökkentve a populációt. Szegény medve, szegény emberek. A himalájai barna medve ritkábban támad emberre, mint az ajakos medve vagy az örvös medve. Állítólag Kína, Észak-Korea, Myanmar, Laos és Vietnám területén 12 000 medvét tartanak medvefarmokon, hogy kinyerjenek belőlük epefolyadékot, amelyet a kínai hagyományos gyógyászatban használnak. Például a kínai egészségügy ajánlatára a pandémia alatt is ajánlott volt a használata. A kínai orvoslás ezen gyógyszere a 8. századból ismert, és tudományosan bizonyított, hogy segíti a májat és a betegségek legyőzését. Néhány államban ezt betiltották, ami a fekete piac erősödéséhez vezetett. Ennyi lenne a himalájai barna medvéről. Köszi, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomhatsz egy lájkot, vagy feliratkozhatsz a csatornámra. Legyen szép napod!